Tudom, látom. Tehát akkor még egyszer sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Műegyetem Fizika Intézetében az előadásomnak a célja a fizika megszerettetése, és egy kicsit elmélyülni benne. Tehát itt kettős a cél. Azok, akik ismerik a fizikát, egy kicsit magabiztosabbak lehessenek, akik meg így rettegnek tőle, azok esetleg ezt a mozdulatot elfelejtsék a fizikával kapcsolatban. A fizikával kapcsolatban azt kell mondjam, hogy a fizikának a fejlődése során számtalanszor láttunk olyan pillanatot, amikor egész egyszerűen a társadalom hasznára vált az a tudás, amit a fizikusok megszereztek. Számtalan ilyen dolgot lehetne mondani. Igazából azt kell mondjam, hogy ma már hajlamosak vagyunk a mai eredményeinket elfelejteni, illetve egyszerűen sok esetben föl se tudják fogni az emberek, hogy mit jelent az, hogy a tudósok valahol tartanak. Mondok egy konkrét példát. Ha ma valaki venne egy számítógépet, mondjuk egy asztali számítógépet, és mondjuk egy i5-ös processzorral szerelik föl, annak az i5-ös processzornak most már 11 nanométeren van az a huzal vastagsága, amelyik összeköti az egyik tranzisztor lábát a másik tranzisztor lábával. Ez a 11 nanométer, ez egy elképesztően kicsi érték. Odáig is tudunk, hogy a legprecízebbek, tehát a legkisebb vezetékek az a 2-3 nanométer környékén vannak. Ez már olyan vékony, hogy itt már az átmenő elektronokat majdnem mindegyiket el tudjuk nevezni, tehát olyan kevés elektron halad át időegységre. Éppen ezért nagy valószínűséggel egy olyan forradalom várható, amikor is egy kicsit át kell írnunk a számítógépeknek a működését. Nos, azt akarom mondani, hogy amikor a 10 évvel ezelőtti számítógépemben benn volt ez az i5-ös processzor, akkor kiszámoltam, hogy mekkora lenne a processzor, hogyha az akkori 45 nanométer helyett 1 milliméteres lenne a húzalnak a lába, az is még elég kicsi, és azt képzeljék el, hogy nagyobb lenne, mint Budapest. Tehát ezen el lehet gondolkodni, és hát másfél milliárd tranzisztor volt az akkoriban benne. És ezt egy 40 mm-szer 40 mm-es helyre rakják össze. Egész egyszerűen az ember végig gondolja, akkor ott tartunk, hogy a processzorban olyan mennyiségű fizikatudás van beépítve, amiről a végzős fizikus hallgatók is meg kell kapaszkodjanak, hogy megértsék. Hogy hogyan lehet például 400 nanométer a látható fénynek a határa, tehát annál rövidebb fényt nem látunk, az már az ultraviola tartomány, és ehhez képest hányszor kisebb a 2 nanométeres, vagy a 3, de akár csak a 11 nanométeres. Hát azt kell mondjam, hogy ez nem is olyan egyszerű ezt megcsinálni, mert azt mondják, hát litografálunk egy kicsit, csak hogy a litografálás nem is olyan egyszerű, mint az ember elgondolja. Na, tehát azok után, hogy ezt jól elmondtam, most akkor nézzünk valami konkrétumot. Az első kísérlet az egy nagyon egyszerű kísérlet lesz. Ez a kísérlet a Bernoulli törvényét fogja megmutatni. És a Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy ahol nagy sebességgel áramlik a levegő, ott lecsökken a nyomás. Ezt nem csak levegőre mondta ki Bernoulli, hanem gázokra és folyadékokra. Figyeljék meg, hogyha e kettő lemez közé fújok, ahelyett, hogy a lemezek itt szétlebbennének a levegő nyomásának hatására, kettőjük között vonzó erőt tapasztalunk. Ez azt jelenti, hogy ahol nagy sebességgel áramlik a levegő, ott lecsökken a nyomás, ugye egy pillanatra összeér a két lemez, és akkor a levegő egy kicsit kinyitja, becsukódik, hallhatják ezt a rezgést. Nos, ebből a rezgésből az ember egy kicsit tovább lép, akkor akár csinálhatunk belőle egy hangszert is. Nézzék csak meg, hogyan. A hangszer készítéshez sajnos csak egyszer használatos szívószállal tudom ezt a kísérletet megmutatni. Mindig tipródok azon, hogy mi legyen, hogy elfelejtsük ezt a kísérletet. Ugye idén június 1-től tilos használatos szívószállat használni, legalábbis az, amelyik műanyagból van. De hát a műanyag az könnyen alakítható képlékenyen.
Én meg azt gondoltam, hogy pár ezer darabot beszereztem, úgyhogy még egy valameddig be fogom tudni mutatni, de hát mint látják, ez is véges. Tehát itt van a szívószál. A szívószálat jó erősen megszorítom egy fogóval, és elkezdem megnyújtani. Lassan nyújtom, és a lassú nyújtástól ezen a részen a szívószál elvékonyodik. Ha elvékonyodott, akkor alkalmas arra, hogy kialakítsunk belőle egy nyelvsípot. Az egyik oldalon elvágom így, utána elvágom így, és egy picit be kell járatni, így belefújok, és kész a szívószál duda. A szívószál duda persze akkor lenne jó, hogyha nem egy hangon szólna. Azt is meg lehet csinálni, hogyha olyan vicces hangulatban van az ember. Mindenféle izgalmas hangot lehet kiadni, de az is nagyon izgalmas, ahogyan működik ez a nyelvsíp. Ez a nyelvsíp úgy működik, hogy közé fújok levegőt, itt kívül áll a levegő, a két nyelv között pedig nagy sebességgel áramlik a levegő. A nyomás különbség egy pillanatra becsukja, aztán megáll, és a kiegyenlítődött nyomás miatt megint kinyílik. Becsukódik, kinyílik, becsukódik, kinyílik. Ennek hatására ebben a csőben megindul, megáll, megindul, megáll a beérkező levegő, és kialakul egy lengés. Ennek a lengésnek az eredményeként kialakul egy állóhullám, amely állóhullám pontosan ilyen hosszúságú, mint a szívószál. Hogyha a szívószálat megrövidítem, akkor az a tartomány, ahol ki tud alakulni az állóhullám, rövidebb lesz, gyorsabban be fogja futni ez a zavar, és ennek eredményeként, ami ki fog alakulni állóhullám, magasabb hangjú lesz. Hallgassák meg hogyan. Azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Ahogy én rövidítettem, egyre magasabb és magasabb lett a hangja a szívószálnak, ami érdekes, hogy miközben a nyelvecske ugyanakkor a frekvenciával járt végig. Kicsit bonyolult ennek a magyarázata, de azért megmutatom a kiseltet még egyszer, aztán meglátják, hogy még mire jó ez. Tehát megfogja az ember a szívószálat, jó erősen megszorítja a fogóval, nem gyorsan húzzuk, mert ha gyorsan húzzuk, akkor úgy fog elszakadni, hogy nem fog megnyúlni közben. Tehát levágjuk az egyik oldalról, a másik oldalról. Ha egy nagyon hegyes, akkor végében egy picit érdemes lecsippent, hogy meg ne szúrja az ember nyelvét, és akkor megnyomogatjuk, belefújunk. Azt hiszem, hogy kicsit lágyabbra sikerült ez a nyelv, de szerintem így is szép a hangja. Most az a helyzet, hogy megnézzük másképpen, hogyan lehet ezt megcsinálni. Egyszer egy előadáson, mikor mutattam, hogy egyre rövidebb és rövidebb, hogyan magasodik a hang, egy kis rác, ilyen magad formájú, azt mondta, hogy most csináld meg karcsért visszafelé. Hát mondtam, hogy ez nem lehetetlen, csak egy kicsit rá kell készülni, megkeresem a közepét, körülbelül itt van a közepe, és itt a közepén csinálunk egy bemetszést jobbról is, meg balról is. Hol van? Itt van. És akkor itt keletkezik egy lyuk. Ha most belefújok, pont egy oktávval lesz magasabb, ha pont ki tudjuk találni a közepét. Tehát, hogyha felébe vesszük, ez azt jelenti, hogy a frekvencia megduplázódik. Aki zenét tanul, az tudja, hogy a frekvencia duplája az éppen az oktávnak hívják. Na most akkor már kettő hangot tud a szívószálunk. Most jön az, hogy elő kell venni a fizikakönyvet, ami egy veszélyes olvasmány, úgyhogy ilyen késő este már csak veszélyes dolgokat tudok ajánlani maguknak. De nagyok lehetnek és hatalmasok, ha jól forgatják a könyvet. Látom, hogy nevet rajta, de ne nevessen, megmondom miért. A fizika tudás ugye az hatalom volt mindig is. Olyanak utána, hogy nem tudom, olvasták-e Sienkiewicznek a Fáraó című könyvét. Ott miről szól a történet? Arról szól, hogy a papság és a fáraók azok küzdenek egymás ellen. Aztán a fáraó, amikor már teljes egészében leigázta a papságot, a papság azt mondta, hogy rendben van, minden hatalmat átadunk neked, nagy fáraó, csak annyit tegyél meg, hogy engedjél meg még egy misét. Ezen a misén
celebrálták a papok, és kínosan nézték a karórájukat. Mikor eljött a megfelelő idő, akkor megkérdezték az Istent, hogy mit szólna ahhoz, hogy ha papoknak átadná a hatalmat, milyen lenne utána a világ. És mivel ők tudták előre, mert ismerték az égi mechanikát, hogy akkor totális napfogyatkozás lesz, pontosan arra a pontra időzítették, amikor éjszakai sötétség lett. Ezek után nem kellett fölbőszíteni a népet, hogy döntsék meg a fáraót. Mi ez, ha nem fizika, tudás és hatalom? De tovább is mehetünk, mert hogyha meggondolják, hogy 45-ben az amerikaiak hogyan tudták térdre kényszeríteni Japánt, az is fizika tudás volt. Tehát nem vagyok háború melletti, tehát én nem szeretem az erőszakosságot, de azért a történelmet annyira ismerem, hogy tudom, hogy amikor a fizika tudás jó párszor hatalommá vált. Na, tehát akkor, ha fizika könyvet kinyitják, és a két végén nyitott sípok lelki világát című fejezetet keresik, akkor meg tudják majd ott az ott levő képlettel határozni, hogy hol kell elvágni a szívószálat ahhoz. Hát én egyet még megpróbálok, mert ez nagyjából könnyedén megcsinálható, hogy a alaphang, az a dó lenne, ha minden igaz, dó, ré, és akkor itt tovább kell vágni, és itt a következő dó, az pedig itt van. Tehát, hogyha jól csinálják ezt az egészet, akkor egy egyoktávos sípot meg lehet csinálni. Mindenképpen éjjel 2 és 3 között kell csinálni, a szomszédhoz közel levő falon, mert akkor továbbadják a tudást. Úgyhogy mindenképpen ezt így érdemes csinálni. Na most, hogyha még azért a Bernoulli törvényről mutatnék egy kísérletet, itt van, hát én a közismert eszközökkel szeretek kísérletezni. Figyeljék meg, hogyha letekeri az ember, és ide fölé fúj, akkor ugye itt áll a levegő, itt fölötte pedig áramlik, és amint látják, ez így megemelkedik. Itt is látszik ez a csapkolódás. Természetesen, hogyha ezt az ember nagyobbba akarja megcsinálni, semmi tennivalója nincs, csak egy kicsit motorizálni a világot, egy kicsit nagyobb energiájú légáramot alkalmazni. Hiszen jól látszik, hogy egészen hosszú részt is lebegtetni lehet. Hát az az igazság, hogy a hollywoodi filmek az ilyen kísérleteket, úgy is mondhatnám, hogy ignorálják, tehát muszáj nagyba is megcsinálni a kísérletet. Tehát hoztam egy komolyabb eszközt. Ez ilyen 2,1 kW-os, és azt írják, hogy 130 km-es széllel, 2600 wattos. Szóval ebben már lehet légnyomást produkálni. Na tehát akkor mondhatnám, hogy ebben is lehet csapni a lányoknak a szelet. Azt hiszem, hogy lehet érezni, egy egyszerű lombfúvó, és a kísérleti eszköz is megvan hozzá. Úgy, tessék megpróbálni. Akár hiszik, akár nem. Ugye itt egy surlódásról is volt szó, meg arról, hogy a légnyomás csökkenésével mozgásba lehetett hozni a dolgot. Ismételjük meg még egyszer? Hát jó, mert nem is hiszik, milyen nehéz, mert nem talál az ember 2 egyforma méretű WC-papírt. Már úgy értem, hogy a tartója 2 egyforma. Az egyiket alig lehet beleverni, a másik meg elesik, keresztül esik rajta. Na nézzük. Ez lehet, hogy egy kicsit nehezebben fog elindulni, de ha elindul, akkor nyert ügyünk van. Tehát... Amint látják, a kísérletek, a fizikában egy nagyon fontos jelenetet mutatunk be, hogy a kísérletektől elvárjuk, hogy megismételhető legyen. Tehát amit nem lehet megismételni, vagy amit csak bizonyos fölkent emberek csinálhatnak meg, ilyen például a vízkeresése pálcával, hát az mindent lehet róla mondani, csak azt nem, hogy tudomány lenne. Tehát azt mindenképpen úgy gondolom. Ez a szívószál duda, ez azért fokozható. Mégpedig úgy lehet fokozni, hogy elmegy az ember otthon, mondjuk kinyitja a konyhaszekrényt, és ott a lefolyóból egy darab csövet kivág. Itt van, nézzék meg. Szükség van még egy léggömbre, ezt a léggömböt az egyik végén így levágja az ember, így,
és ide beteszünk egy kis csövet. És akkor, hogyha ezt ide szépen így ráhúzom, és így belefújok, akkor lehet belőle csinálni dudát. Ugye ez nem a szépségre van kihegyezve, hanem arra, hogy hangos legyen. Tehát, hogyha meggondolja az ember, hogy mennyiből lehet ezt összeállítani, egy szurkolói kürt azért az sokkal drágább, és nem hangosabb. Na most, hogyha az ember összetolja ezt a két csövet, akkor világos, hogy mélyebb lesz. Aztán, hogyha találunk egy nagyobb csövet, akkor még öblösebb lehet ez a történet. Egyébként ennél nagyobbat is találtam, csak az már annyi levegő kell, hogy nem tudtam megfújni. Tehát van ennek egy felső határa, de meglátják, hogy ez sem annyira rossz. Szépen rátesszük. Itt meg tudom mutatni, hogy mi a működésének a lényege. Tehát, hogyha az ember ezt így oldalvást elhúzza, akkor itt lezáródik ez a rész. Tehát, hogyha ezt így megfogom, akkor figyeljék meg, teljesen zárt. Na most, amikor befújok, akkor kinyílik egy pillanatra, nagy sebességgel áramlik a levegő, és ismét bezáródik, kinyílik, becsukódik, és ezen a részen nagyon jól meg lehet majd figyelni, hogy milyen léglengések alakulnak ki. Szerintem tök jó hangja van, és hát milyen könnyedén elő lehet állítani. Ha már rezgésekről beszéltünk, azt biztos látták, hogy mindegyik eddig használt dudában, bocsánat, én egy kicsit ezt az asztalt letörlöm, majd valami olyasmi, olyasmit látok rajta, ami nem ide való. Az előző előadáson maradt egy kis üvegszilánk, tehát itt van két darab alumínium pálca. Ezek lesznek a főszereplők. Ez a két darab alumínium pálca úgy van megcsinálva, hogy ezek az alumínium pálcák csiklandosak. És ha megcsiklandozzák, akkor vonyítani fognak. Nézzék meg, itt a csiklandozáshoz használt varázspor. Megkeressük a közepét, így, körülbelül itt a közepe. Csak annyit kell tenni, hogy fogja az ember, megsimogatja, és amint hallják, egy jó kis longitudinális állóhullámot lehet létrehozni. A longitudinális állóhullám részecskék ebbe az irányba rezegnek, és ebbe az irányba terjed a rezgés. Ez azt jelenti, hogy a rezgés iránya a terjedés irányával megegyezik. Hogyha harántirányú rezgést vennénk, akkor az egy transzverzális hullám. Megpróbálhatjuk ennek a megszólaltatását, de előbb ebben végezzünk. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyan jön létre a rezgés. Ez az első legfontosabb dolog. A varázspor, amit a kezemre dörzsöltem, az nem más, mint... Megpróbáljam megszagolni? Mi lehet ez a varázspor? Az, fenyőgyanta. Így van. Fenyőgyantának az a legizgalmasabb része, hogy a fizikus szempontjából, hogy a csúszás, turlódási együtthatója nagyon különbözik. Tehát amikor én így meghúzom a kezemet, akkor akadó surlódás alakul ki. Tehát megcsúszik, megáll, megcsúszik, megáll. Így tudunk rezgést kelteni. És ez a rezgés úgy alakul ki, hogy a két vége egymással vagy szembe, vagy egymástól, tehát vagy közeledni, vagy távolodni akar. Tehát egy nyomáshullám alakul ki. Azt kell mondani, hogy ettől a ponttól ezt csomópontnak hívják, ahogy távolodunk és megnézzük a rezgéseknek a tágasságát, az amplitúdóját, egyre nagyobb és egyre nagyobb. Itt a legnagyobb, ezt duzzadó helynek hívják. A másik oldal teljesen szimmetrikus. Azt, hogy mekkora lesz a frekvencia, két dologtól függ, milyen az anyagminőség és milyen hosszú a pálca. Tehát, hogyha egy rövidebb pálcát vesz az ember, annak egy kicsit magasabb lesz a hangja. Ez egy 50 centis pálca, ez egy 75 centis pálca. Azt hiszem, ez jó hallatszik. Még egy másik dolog is van a rezgés szempontjából. Nagyon nem mindegy, hogy hol fogja meg az ember. Ha jó helyen fogja meg, akkor ennek a rezgésnek a dupláját is elő lehet állítani. Tehát itt körülbelül ezen a helyen megfogja az ember. Megkenjük ezt a részt, így. És amint hallják, az előzőnek a duplája egy oktávval magasabb. Hogy
látja. Ügyes, ugye ilyenkor úgy kell kinézni, hogy itt van egy negyed hullám, tehát itt csomópont és duzzadóhely, aztán itt csomópont és itt még egy duzzadóhely, vagy még egy csomópont lesz, középen egy duzzadóhely, és a vége megint duzzadóhely. Tehát a végei mindig duzzadóhelyek, és ahol fogom, az ott pedig csomópont lesz. Belegondolok, hogy vajon hányan értik ezt pontosan, de csak annyit mondok, hogyha például ma este még elalvás előtt fölmennek a Wikipédiára, megnéztem ma délután, a magyar nyelvű Wikipédiában ez jól van leírva. Van, ami Wikipédiát nem ajánlanék, de ezt megnéztem kimondottan azért. Ott rajzos ábrák is vannak, most hallgassák ezeket a gyönyörű hangokat. És akkor ugye most azt lehet mondani, hogy egy negyed hullám, egy fél hullám és egy negyed hullám, tehát a pálca teljes hosszán alakult ki a hullámhoz. Tehát ez egy 75 cm-es hosszúságú hullámhoz volt. Az előző másfél méter volt ennek megfelelő. Most, hogyha még jobb helyen megtaláljuk ezt a pálcát fogni, akkor megtolhatjuk a következő hangot. Én most azért nézem önöket, mert ezt én már nem hallom. Viszont az önök arcának eltorzulásából látom, hogy megszólalt. Tehát ugye szól, nyugtassák meg. Jó. Tehát akkor itt vannak ezek a pálcák, és ezeknek a pálcáknak a lehetséges. Azt mondtam, és akkor meg is eszköz. Bocsánat, de ez valószínű kimaradt. Nem megyek messzire, megígérem. Igen, van egy ilyen koppantó. Ennek a koppantónak szerepe lehet, hogy megmutassam, hogy milyen a longitudinális és a transzverzális hullám közötti különbség, ami azt jelenti, hogy a longitudinális és a transzverzális hullám másképpen terjed. Más lesz a terjedési sebessége. Most, hogyha így megütöm, ezt a hangot sikerült megcsinálni ezzel a mozdulattal. Ha így ütöm meg, ez egy nagyon más hang. Ugyanúgy alakul ki, tehát itt duzzadóhely, és ebbe az irányba csomópont. A rezgés nem ebbe az irányba, tehát a hossz irányba, hanem haránt irányba történik. Hallgassák meg még egyszer. Ez egyik, és a másik. Hát ennyi, hogy a transzverzális hullám lassabban terjed, ezt rögtön ki lehet találni. Azok, akik értik, amit mondok, például fizikát végeztek, vagy gépészek, hogy a nyíró feszültségek mentén terjedő hullámok lesznek a transzverzális hullámok, azok a nyíró feszültségek azok sokkal kisebbek, ennek eredményeként a Young modulusnál sokkal kisebbek, azok meg a longitudinális hullámoknak a szülőatyai, tehát mindenképpen ezt érdemes tudomásul venni. Azon gondolkodom, hogy ha ezekkel végeztünk, akkor melyik kísérlettel folytassam, de arra gondoltam, hogy megmutatok még egy jópofa játékot, mert ebben is egy kicsit benne van a légáramlás. Ez a játék, ez egy népi játék, zúgattyúnak hívják, és nagyon egyszerűen legyártva. Valakinek otthon ilyen falapja nincs, egy vonalzó, egy hosszú vonalzó is megteszi. Hosszú vonalzó, még luk is van, befűzi az ember madzagot, és így elkezdik így kergetni, így. És várunk. Ha megnézik, valami elképesztő módon pörög forgás közben ez a falap. Ugye az történik, hogy amikor az ember így elkezdi forgatni, akkor az egyik oldalon nagyobb lesz a nyomás, mint a másik oldalon. Ez elkezdi így megpörgetni, és amikor ez nagyon erősen pörög és halad előre, akkor megszaggatja a levegőt, és ettől alakul ki ez a hang. Azt akarom mondani, ki akarja valaki próbálni, csak a csillár alatt. Parancsoljál. Mondjad, ki akarod próbálni? Jó, előadás után, jó? Nem felejtjük el. Egyébként van még egy kísérleti eszköz. Úgy szintén szeretném megmutatni, még mindig a témánál maradunk. Mutatom a két eszközt. Van egy piros színű, ilyen kocka alakú eszközünk, amiben van egy lyuk. Ebbe bele tudunk tenni egy ilyen kúpos, hengeres tárgyat. Ez meg ugyanannak az inverze színben, de alakra ugyanaz. A feladat az, hogy ezt innen úgy kell kivenni, hogy az ember nem nyúl hozzá. Világos. Ugye? Tehát akkor
elmondtam a Bernoulli törvényt, nagyon egyszer dolog, most ki, ilyenkor kiszoktam valakit hívni, de a Covid helyzetre tekintettel el van torlaszolva minden lejárat, ránk tanárokra vigyázni kell. Tudják, hogy ha 3 méterre vagyunk, akkor maszkot se kell hordani. Na, nagyon egyszer a dolog, a Bernoulli törvényt kell kihasználni, fölé fújunk, így, és kiugrik. De ugye, múltkor itt volt az egyik előadáson egy hallgató, és azt mondta, hogy ezen a nagyon kis résen beáramlik a levegő, és az ugrasztja föl. Mondtam, hogy ez nem igaz, mert azt kell látni, hogy ami itt ebbe az irányba halad levegő, az nagy sebességű, ami itt alul áll, az pedig nyugalomban van, és hát azért fog ezt kiugrani. Nem nagyon hit nekem. Mondtam neki, hogy próbálja ki, hogyha egy oldalról fújja meg, akkor is kiugrik. Tehát és akkor biztosan nem megy az aljára. Tehát igazából, ha meggondoljuk, akkor ez a játék ez arra tanít meg minket, hogy a Bernoulli törvényel ilyen rejtvényeket meg lehet oldani. Akkor kezdjük el a hőtani kísérleteinket. Az első hőtani kísérlet az egy ilyen macerás kísérlet, mert meg kell dolgoznom azért, hogy itt elkészítsem, amire vállalkozok. Szeretnék maguknak egy felhőt csinálni. Nézzék meg a hozzávalókat, egy pillepalack, egy dugó, ebbe a dugóba pedig van egy... Ezt hozzá kapcsoljuk a pumpához, ide szépen benyomom, felpumpálni. Így, figyeljük meg, itt most még nincs felhő, és most már van felhő. Ha el akarom tüntetni a felhőt, a csiribú csiribá, akkor eltűnik. Ilyen egyszerű. Na, elmondom, hogy működik a kísérlet, jó? Tehát a levegő, ami itt körülöttünk van, megvan a hőmérséklete, megvan a nyomása, megvan a páratartalma. Ezen a hőmérsékleten és nyomáson ezt a párát oldatban tudja tartani, tehát nem fog elkezdeni a párából a cseppképződés. Amikor belepumpáljuk ebbe a tartályba, ugyanez az összetétel marad, de a nyomás is megnövekszik, és megnövekszik a hőmérséklet is. Ezért még nem keletkezik felhő. Amikor kiengedem, és hirtelen lecsökken a nyomás, ezzel együtt lecsökken a hőmérséklet is, elkezdődik a csöppeknek a képződése, és akkor, hoppá, amikor a csöppök nagyobbak lesznek, mint a levegőnek a hullámhossza, akkor zavarják a fénynek a terjedését. Ilyen egyszerű az a dolog. Ugyanezt történik fönn a felhőkben is. Aztán, hogyha nagyon nagy keletkezik, akkor elindul lefelé, és azt esőnek hívjuk. Ilyen egyszerű ez a történet. Otthon ki lehet próbálni, mindenkinek sikerülni fog. Legfeljebb egy kicsit nehéz bentartani ezt a dugót, nekem sem mindig sikerül. Tessék! Hát, hogyha egy nagyobb palackba csináljuk, akkor sokkal többet kell pumpálni. De ugyanígy működik, csak hát a nagyobb palackból ki ritka, nem lehetetlen, csak ritka az jól átlátszó. Mert hogyha egy acélpalackba csináljuk, vagy alumíniumba, akkor nem látjuk a jelenséget. Esőt? Itt? Hát azért ott nagyon meg kéne dolgozni. Maradjunk annyiba. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Az a lényeg a kísérletnek, hogy ez olyan mennyiségek keletkeznek, amelyek, ha már csak semmit többet nem vesz az ember, hogy megszámolja, hogy mennyi, hány zsúl munkát végeztem, míg belepércseltem, ebből nem jön ki csak néhány mikrogramnyi víz, és az meg nem látható szemmel. Azt tudom mondani, hogyha valaki meg akarja otthon csinálni ezt a kísérletet, egy csöpp alkoholt érdemes beletenni. Nem pálinkát, alkoholt. És akkor, mert az alkohollal együtt jobban keletkezik a páratartalom, tehát abból a képződés az nagyon jól működik. Majdnem elfelejtettem a legizgalmasabb kísérletet, de most látom és nem tágítok. A rezgéseknél kellett volna bemutatni, tehát egyel előbb, de mindjárt meglátják, hogy kísérletünk az miről szól. Itt van egy ilyen szorító, és ezt a szorítót én szépen ide szorítom az asztal sarkához, így,
mert hogy jobbkezes vagyok, ezért ide jövök, és megkeressük ezt a kör alakú üveglapot. Így néz. Ez egy kutyaközönséges üveg, csak lefestettem feketére, főleg, hogy lehessen látni a jelenséget. Szépen ide betesszük, megkeresem a közepét, és rögzítjük. Hát, hogyha lennének itt fizikusok, azt mondanám nekik, hogy itt van egy rugalmas közeg, ami speciális kör alakú, a közepén van egy kényszer, tehát ott biztos, hogy csomópont lesz, és akkor az lenne a feladat, hogy én ezt meghintem sószemcsékkel, és ezeket a sószemcséket igyekszem egyenletesen meghinteni, és annyit szeretnék elérni, hogy ezek valami rendezettséget mutassanak. Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen van egy vonó, ezzel a vonóhoz tartozik egy gyanta is, emlékeznek, akadósurlódás, és lesz egy pont, bejebb jöhetnek, ne féljenek, csak fizika van, semmi varázslat. Így. Tehát ezt a részét meggyantáztuk, így, és akkor keresek egy pontot, mondjuk kinézem ezt a pontot, és ehhez a ponthoz képest egy kicsivel odébb. Hát nem tudom mennyire meggyőző, de úgy veszem, hogy két egymásra merőleges meghúzni. Szerintem ez jól látszik. Hogyha ez megvan, akkor ugye tulajdonképpen az történt, hogy elindítottunk ebből a pontból egy rezgést. Ez a rezgés sokfelé haladt, mindenfelé, a széleiről visszaverődött, stb. És kialakult egy speciális állóhullám, amely állóhullám ott, ahol az ujjammal fogtam, ott csomópontot indított el, és ez a pont között kialakult egy csomó vonal. Ez egy vonal, de csomóvonalnak hívjuk, tehát a csomó most itt nem a sokaságot jelenti. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt volt csomópont, itt duzzadóhely, csomópont, duzzadóhely, csomópont, duzzadóhely. Ha körbe megyünk, akkor 1, 2, 3, 4 fél hullámot tudtunk rátenni, és ez így, ez adta ezt a mintázatot. Kezdjük előről. Nézzük meg még egyszer a kísérletet. Most egy kicsit másképpen fogom elindítani a, úgy mondanánk fizikus feltételeket egy kicsit megváltoztatjuk. Ha minden igaz, akkor egy másik hangot is kell majd halljunk. Egy másik hangot is kell halljunk, egy magasabbat. Még nem akarja, de majd fogja ezt, csak rá kell beszélni. Úgyni. Adunk neki egy kicsit a gyantából. Úgy. Basz. Már majdnem jó volt. Gondoltam, hogy egy kicsit legyen szebb. Már látszott, amit látni kéne, de gondoltam, hogy ami biztos, biztos. De addig nem megy el senki, amíg nem sikerül. Jó? Tehát... Nem az igazi. Az az igazság, hogy 22 hónapja nem kísérleteztem. Tudják, hogy az a cigány ember, aki hegedülni, az nem tud hegedülni. Hát ilyen ez a világ. Mutko, mit kaptam én ezért a mondásért? Amikor meghallották, hogy cigány, mondták, be se fejezzem. Mondtam, de hogy nem befejezzük, mert ez nem arról szól. Na, tehát akkor kezdjük előről. Jó, pillanat, csak ez fontos, hogy ez meg legyen húzva jobban. Ilyenkor mindig a differenciál egyenlet megoldására az eszembe, hogy mit kéne csinálni, hogy jól működjön. Aha.
majdnem jó. Mindjárt jó lesz ez, már alakul, alakul ez, mint a pupos gyerek a prés alatt, tehát most megvan. Tessék, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát most egy olyan alakult ki, hogy 1 fél hullám, 2 fél hullám, 3 fél, 4, 5, 6 fél hullám. Tehát a frekvencia az 2-3 arányban nagyobb is lett. Ezt lehetett nagyjából hallani. Ha esetleg nem eszükbe, töltsék le majd az előadásnak a YouTube csatornámon, meg lesz az internetes változata. Ott a frekvencia mérőt is be lehet kapcsolni, és akkor látják, hogy 2-3 volt az aránya. Ha ezen túl vagyunk, akkor van még egy másik lemez is. Azon is tudunk ilyen állóhullámokat gerjeszteni. Ezek ilyen kétdimenziós állóhullámok, egy felületi hullámok lesznek. És akkor annyit kell tenni, hogy meghúzom. Meghintjük. És most azt szeretném megmutatni, az ember előre megmondja, hogy hol fognak rendeződni ezek a szemcsék. Az első az legyen, hogy az átlók mentén rendezzük el, tehát ebbe az irányba, meg ebbe az irányba. Tehát akkor az átlóból kiindulva ez egy csomópont lesz, ez is egy csomópont lesz, az lesz a csomóvonal. Itt meggerjesztjük. És azt hiszem, hogy elég jól mondhatjuk, sikerült megoldani. Tehát megfordítom így is. Mindenki láthatja, hogy tényleg az átlók mentén sikerült rendezni. Most akkor az oldalfelezőket próbáljuk megkeresni. Ugye az oldalfelezőknél egy kicsit változtatni kell a húr, tehát a helyzetét, és változtatni kell azon is, hogy hol fogom az ujjammal le. Tehát eddig itt fogtam le, és itt vontam, most itt fogom le, és itt fogom vonóval gerjeszteni. Azt hiszem, hogy ez is elfogadható, tehát most az oldalak alakultak ki. Végül, de nem utolsó sorban, az igényesek kedvéért meg az oldalfelezőt is, és az átlókat is. Ugye a sószemcséknek a rendeződése úgy történik, hogy azokon a helyeken, ahol nagy amplitúdóval rezeg, az sószemek ugrálnak, és addig mennek, míg oda mennek a sószemek, ahol az amplitúdó a legkisebb. Tehát a csomó vonalakra így fog elhelyeződni. Tehát megfogom a szélét, megfogom a közepét, ugye innen szeretném a csomó vonal kiindulni, és itt megkeresem a negyedét. Tessék megnézni, megvan az átló is, megvan az oldalfelező is. Úgyhogy ez a fizikának az a része, amikor az ember valaminek differenciál egyenletét megoldja, és akkor a végeredmény az jön ki, amit szeretett volna látni. Mutatom, tessék megnézni. Így van. A következő kísérlet, de megszabadulunk ettől. Folytatjuk a hőtani csapongásunkat, és akkor megnézzük, hogy a cseppfolyós nitrogén az hogy néz ki, mennyire hideg, és úgy egyébként is mit lehet róla mondani. Itt van egy úgynevezett gyuár edény, úgy látszik a... Csak a cseppfolyós nitrogént elfelejtettem behozni, ölni. De itt van. Ölni. Jó. A cseppfolyós nitrogén egy olyan folyadék, amely a levegő cseppfolyósítása után a különböző elemeket kiválogatják belőle. Megmarad benne csak a nitrogén, amely a levegőnek a legnagyobb alkotó eleme. Ez azt jelenti, hogy 78%-ban található nitrogén a levegőben. Tehát amikor a levegő cseppfolyósítják, akkor a legnagyobb mennyiségben a nitrogén folyadék keletkezik. Úgy. Nézzék meg, ha a cseppfolyós nitrogént egy üvegedénybe betesszük, és ide beteszem,
akkor láthatják, hogy a forrásban levő cseppfolyós nitrogén elképesztő hevességgel forr, nem kell csodálkozni rajta, hiszen a cseppfolyós nitrogén egy számára nagyon forró edénnyel találkozott, egy szorított edénnyel, és ennek eredményeként igen hevesen forr. A cseppfolyós nitrogén forralásához nem szükséges sok energia, ezért ilyen nagyon heves a forrás. Miközben a cseppfolyós nitrogén forr, egyre kevesebb és kevesebb folyadék marad, a gázok eltávoznak, és az edény pedig hűl. Amikor az edény lehűl, akkor abban marad ez a nagyon heves forrás, és egy ilyen barátságos rotyogásba megy át. Azt hiszem, hogy ez látszik. Ha szeretnénk, hogy ez már ne forjon tovább, akkor csiribú csiribá, befogom így a kezemmel, ide teszem fel a kezemet, és abban marad a forrás. Nézzék meg, hogy nem forr. Abban a pillanatban, hogy elveszem a kezemet, ebből láthatják, hogy varázslatos kezem van, akkor abban marad a forrás. Elindul, megáll, csiribú csiribá. Mondhatnám azt, hogy én egy parafenomén vagyok, de valójában csak annyit tettem, hogy lezártam ennek a tetejét, és ha lezárom a tetejét, nem tud szabadon eltávozni a gáz, megnövekszik a nyomás, és a nyomás növekedésével megnövekszik a cseppfolyós nitrogén forráspontja. És akkor, ha elengedjük, akkor pedig fogja magát, és hát megint elkezd forrni. Na, a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletéről pedig azt a kísérletet fogom megmutatni. Veszünk egy léggömböt, ezt a léggömböt most itt a tüdőmmel felfújom. Úgy. És le fogjuk hűteni cseppfolyós nitrogénnel. Úgy. Úgy fogom lehűteni, hogy ráöntöm a cseppfolyós nitrogént a léggömb felületére, hogy nedvesítse meg azt, ezáltal érjünk el hűlést, és szerintem jól látszik, hogy a hőtágulás a gázoknál elképesztően nagy. Így. Olyan kicsi lesz a legvégén a cseppfolyós nitrogénben való hűtéssel, hogy akár a markomban el is tudom tüntetni, így, itt van benne, csiribú csiribá, és akkor most figyeljenek, bioenergiával besugározzuk. Ez bioenergia, testhő. Ez az, amit mi meg tudunk magyarázni, nem úgy, mint a tévében látható bioenergiát. Küldöm az energiát. Na, annak ne higgyen senki. Azok nem az energiát küldik, hanem megfejik a maguk pénztárcáját. Bűncselekmény, én azt gondolom. Tehát én már sokszor elmondtam, hogy bűncselekmény, eddig még egyszer se jelentettek fel, úgyhogy ők is annak gondolják, valószínű. Na, tehát akkor mit is láttunk? Láttunk egy hőtágulást, pontosabban először összehúzódott, és utána kitágult. Reverzibilis a folyamat, hogyha akarom, hűtéssel megfordítható. Ami fontos, hogyha ideális gázként próbálnánk kezelni az ebbe levő gázt, akkor ez a kísérlet nem jön ki. Ugyanis az ideális gáz az nem cseppfolyósodik, márpedig amit ide belefújtam, ezen a hőmérsékleten teljesen cseppfolyósodik. Nem szabadna, hogy eltűnjön a térfogata ennek. Mutatok erre egy másik kísérletet. Ami kezdetben ideális gáz, igen, itt van egy palack, tegye már meg legyen szes, hogy megpróbálja, hogy megmutatja, hogy mennyire lehet összenyomni. Jó? Tehát, hogy jó erővel nyomja meg, de bátran semennyire. Tehát ez így nem igaz, hogy semennyire, de majdnem. Azt meg tudjuk mutatni, hogy fogja az ember, és akkor én körülbelül egy mázsánál több vagyok, és nem tudom összenyomni, csak egy nagyon kicsit. Na tehát, itt van ez a palack. Van benne egy nagynyomású gáz, viszonylag nagynyomású, és hogyha ezt a nagynyomású gázt elkezd az ember hűteni, ide beteszem, akkor csak az alja, a legalja ér bele a palacnak. Szerintem, hogyha a kamera ide rá, már ennyi hűtéstől megjelent egy folyadék. Látszik? Ott látják a hátam mögött. Közelülők azok egészen jól láthatják. Na, folytassuk tovább a hűtést.
keletkezik a folyadék, és a folyadék keletkezésével eltűnik a gázfázis, olyannyira eltűnik, hogy bent kisebb lesz a légnyomás, mint kívül. Ebből az következik, így csinálok, és elkezd összehorpadni ez az edény. Ilyen egyszerű. Megnézik, most már sokkal több folyadék van, ott lehet ide-oda lötyögtetni, tovább hűtjük, akkor olyannyira összehúzódik ez a palac, mint hogy egy láthatatlan óriás összegyűrte volna. Így né. Aztán, hogyha áthagyjuk a másik, még meleg oldalára folyni a folyadékot, akkor látjuk, hogy ez a folyadék ez forrásban van, itt nagyon szépen látszik, forrásban van, keletkezik a gáz, az ujjamtól még inkább sikerül gázt fejleszteni, és aztán rövidesen fölfúvódik ez a palack, és hogyha a hőmérséklete eléri azt a hőmérsékletet, ami a szobahőmérséklet, akkor megint olyan kemény lesz, hogy most még össze lehet nyomni, de még van is benne folyadék, lehet látni, ott lötyög, fújni, de ha elfogy, akkor most már egyre keményebb. Tessék. Meg lehet, ugye még puha, de keményedik. Tehát gyakorlatilag azt mutatja, hogy a halmazállapot változáskor elképesztő térfogatváltozás van. Ez azt jelenti, hogy egy liter cseppfolyós nitrogénből 1600 liter gáz lesz, normál állapotú gáz. Tehát 1600-szoros, az elképesztően sok, és hát igazából erről szól ez a kísérlet. Az ő kísérletet, még mindig maradjunk a cseppfolyós nitrogénnél, ezt a edényt távolabb tesszük, és megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha a cseppfolyós nitrogént lezárjuk egy kicsit. Kicsit hátrébb vonulok, részben önök kedvéért, már úgy értem az önök biztonsága miatt. Itt van egy pillepalack, ebbe a pillepalackba öntünk cseppfolyós nitrogént, úgy, és lezárjuk. Így. És várunk. Ahogy várunk, biztosan látjuk, hogy nem forr a cseppfolyós nitrogén, viszont rövidesen kilövi a dugót. Mi történik? Az történik, hogy amikor lezárom, továbbra is gáz keletkezik. Ennek a gáznak a mennyiség, tehát növekszik a nyomás, egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás, és egyszer csak áramló gáz a dugót igen gyorsan fölgyorsítja. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valahogy energiához, jellegű mozgási energiához jutott ez a dugó. És akkor szerintem most már, hogyha energiákról beszéltünk, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy milyen energiákat, amiket biztosan tudunk. Általános iskola, 7.-8. és helyzeti energiát. Azt látjuk, hogy ugye itt van a nyugalomban levő dugó, még nincs mozgási energiája, de mikor ez elindul, akkor a mozgási energia nem csekély. Ahogy elindul, főjebb és főjebb, azt fogjuk látni, hogy a dugó egyre lassabb. Figyeljék majd meg ott fönn a tetején, egy pillanatra meg is fog állni. Na mindegy, majd előbb-utóbb elindul. Olyan még nem volt, hogy bennmaradt volna a dugó. Volt már olyan palack főrobb, de akkor sem. Na tehát, ott van. Szóval, jó, keresünk egy másik dugót. Na tehát az a lényeg a dolgoknak, hogyha megkérdezi valaki, hogy mi történik itt a palacban, akkor azt kell mondjam, hogy a palacban gyűlik az energia. Hol? Hát benne, a térfogatban. Tessék utána gondolni, miben mérjük ESI mértékrendszerben a térfogatot? Természetesen köbméterekben. Miben mérjük a nyomást? Paszkálba mérjük, ami nem más, mint newton per méter, négyzetméter. Ha kettőt összeszorozzuk, a köbmétert és a newton per négyzetmétert, akkor newtonszor méter, vagyis joule lesz. Vagyis tetten tudjuk érni az itt bent levő gáznak a romboló energiáját, hogy mekkora energiával rendelkezik az a palack, amelynek meg tudjuk mondani, mekkora a térfogata és mekkora nyomás van benne. A kettőnek a szorzata a romboló képességet adja. Abban az esetben egy picit megfordítjuk ezt a palackot, akkor egy kicsit gyorsabb lesz a
a végeredmény. Annyira gyors lesz, hogy a legvégén a palack is, a törhetetlennek hitt palack eltörik. Tehát ha látják, ez eltörött, de van másik palack, tehát ez nem lehet akadály. Szeretném megmutatni, hogy ez a palack miért indult el sokkal gyorsabban. Akkor, amikor a dugó ebben az állapotában elindul fölfelé, csak a gáz fogja megnyomni. És mikor ebben a távolságban be is fejeződik biztosan a gyorsítás. Abban az esetben, hogyha az ember átfordítja, akkor elsőnek kiveti a dugót, a másodiknak itt van a folyadék, és harmadikként pedig ott van a nagy nyomású gáz, vagyis egy három fokozatú rakétánk van. Egy másik történet, megmutatom még egyszer. Jó? A gyerekek biztos fogják szeretni, de az a helyzet, hogy ez nem játék. Tényleg, amikor egy nyomásálló palackkal az ember megnézi, hogy milyen előírásokat mondanak a katasztrófavédelemnél, vagy bármi egyéb helyen, akkor azt nem véletlenül mondják, mert ők pontosan tisztában vannak azzal, hogy mekkora romboló képessége van. Múltkoriban jártam egy méhtelepen, és kérdeztem, hogy átvesznek-e palackokat. Mindegy, van egy pár palack, ami nekem ott utamban van, és azt mondták, hogy igen, de csak akkora nincs rajta csap. Mondtam, hogy jó, hát azt le lehet szerelni. Most minap láttam egy YouTube-os videót az idiótáknak a közreműködésével, és azt csinálta a fickó, hogy feküdt az asztal, vagy az udvaron egy ilyen palack, szép nagy acélpalack, és egy ilyen nagy villás kulcssal szedegette le róla az itt levő kulcsot. Amikor a kulcs el tudta a szelepet távolítani, akkor ebből csinált egy rakétát. A palack az körülbelül egy ilyen méteres, körülbelül hosszú, olyan 60 centi átmérőjű, az elindult, mint egy rakéta, és az ott levő házon úgy ment keresztül, két oldalfalat keresztül lőtte. Csak azt mondom, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez játék, de nem az. Ez nem az. Egyébként, hogyha ezeket a nyomásálló edényeket megnézi az ember, ezek a legveszedelmesebbek. Készítenek. Szóval nem játék, amint látják, tehát ez tény és való. Tudják, de van ennél még jobb is. Ezt még jobban fogják szeretni a gyerekek. Most nem csak kicsit teszünk a palackba, hanem teletöltjük a palackot. Legyen úgy is. Hát, itt van egy palack. Ezt a palackot én teljességgel megtöltöm. Jógyni. Amint látják, ez tényleg tele van. Jógy. Nem sajnáljuk. De nem ezt a dugót fogom beledugni, egy másikat, amin van egy cső, egy ilyen üvegcső. Nézzék meg, mi a végeredmény. Egy cseppfolyós nitrogénből kialakított szökőkút. Mindig akkor szoktam bemutatni, amikor nagyon izzadok. Tehát azt hiszem, hogy ezt jól lehetett látni. Ha valaki megkérdezi, hogy mit láttak a semmi varázslat, csak fizikán, nyugodtan ne azt mondják, hogy ott volt egy majom, és egy fröcsögtette a nitrogént. Ha mondják azt, hogy energia átalakulást látunk. Volt benne helyzeti, egy mozgási energia, helyzeti, nyomási, és mindezt a szobától vont el hőenergia formájában. Ha így mondják, akkor még a tanárnéninek is tetszeni fog. Tehát mindenképpen ebbe az irányba kéne elhaladni. Igen, most jön egy olyan kísérlet, kettő is, ami úgy mondom, hogy a szívem csücske, ki nem hagynám semmi pénzért. Tehát azt nézem, hogy egyik kezemet a másikban ne kavarjam. Itt van egy cseppfolyós nitrogén tartályhoz való gyuháredény. Itt van, kicsit közelebb húzzuk. Itt van egy szép nagy szivattyú, egy jó fejlett szivattyú, egy vákum szivattyú, aminek a teljesítménye nem csekély. A teljesítmény alatt itt most praktikusan azt értjük, hogy mekkora vákumot tud, és mekkora mennyiségű levegőt tud elszivattyúzni. Na most. Azt fogjuk csinálni, hogy veszük a cseppfolyós nitrogént. Ez már kevés. Nem baj, van másik. Ödni. Úgy. Jó.
öntünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Úgyni. Hát idáig már a másik gyóáredényben is láttuk, amit látni kellett. Ez most rettenetes módon forr. Én még bekapcsolom a vákuumszivattyút. Úgy. Nagyjából az edényünkben az a nagyon heves forrás abban maradt, most már csak ilyen békésen rotyog. Most fogom, és ezt a szivattyút hozzá csatlakoztatom ehhez az edényhez. Azt hiszem, látják, hogy elképesztő hevesen forr a cseppfolyós nitrogén. Olyan hevesen forr, de olyan hevesen forr, hogy forrás közben, mondom, forrás közben képes megfagyni. Ott van a szilárd cseppfolyós nitrogén, vagy egy szilárd nitrogén, amint látják. Ehhez nem kellett nagy mutatvány, tulajdonképpen csak annyi kellett, hogy egy kis fizikatudás, ugyanis azt, amit elszivattyúzik ez az edény, vagy ez a vákuumszivattyú, mindig azokat szivattyúzza el, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája nagyobb, a legnagyobb. Ennek eredményeként, ami ott marad, annak a hőmérséklete, ugye az átlagos kinetikus energiát azt a hőmérséklettel szoktuk azonosítani, és amint látják, meg a nitrogén, a cseppfolyós nitrogénből szilárd lesz, ez egy ilyen hexagonális rácsú, ilyen szép fehér kristályú, és hát igazából körülbelül 30 fokkal kell csak lejjebb menni. Tehát a forráspont és a fagyáspont között most vagy 31, vagy 13, ez utána kell nézni, én azt hiszem inkább a 13. Na mindegy. Szóval az a lényeg a dolgoknak, hogy látják, hogy a cseppfolyós nitrogén ből hogy lett szilárd, amikor most majd kikapcsolom a vákuumszivattyút, és a vákuumszivattyút után leszedjük, mert megszüntetjük a vákuumot, akkor az fog történni, hogy nem fog forrni a cseppfolyós nitrogén. Tehát a fagyasztást, tehát a hűtést, amit elvégeztünk, az ugye lényegesen alacsonyabb hőmérséklettel került a cseppfolyós nitrogénünk, és ez a cseppfolyós nitrogén, ez most nem fog. Ez az a ritka pillanat, amikor hidegebb annál, mint a forráspontja. Ez, csak mondom, hogy ez egy olyan kísérlet, ami az egyik szívem csücske, mert tulajdonképpen, ha ezt az ember megérti, akkor sok mindent megért, akár a vízforrásával is kapcsolatban. Úgyhogy itt van ez. És hogyha már itt tartunk, akkor van még egy kísérlet, ami hát úgy látszik, igen, az előző előadásból nem hoztam, ki kellett vinni egy-két dolgot, és hogyha már ide kihoztam a szobámba, elfelejtettem visszahozni. De nincs olyan nagyon messze, hogy ne hoznám vissza. Most már megtanultam azt, hogyha kimegyek a szobámba, akkor nem kell káromkodni, hogy miért nem hoztam vissza, akkor mindenki hallja. Tehát erre van szükségem, ez a teáskanna. Alumíniumból van, és igen, alumíniumból van. Tegyünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, ehhez mindjárt szedünk egy keveset, csak hogy az egyik szavamat a másikban ne öltsem, itt van ez a nitrogénes edény, ez egy előhűtött gyóáredény. Ez azt jelenti, hogy letöröljük az oldaláról a ráfagyott nedvességet, mert nem lesz baj, ha látjuk, hogy mi történik benne. Lődni. Jó. Jó. Na most. Tehát ez egy előhűtött gyóáredény. Ez még, mondom, fog szerepelni. Ebbe a kannába tegyünk valamennyi cseppfolyós nitrogént. Úgy.
És ebbe az edénybe, majd ha megnézik ezt a teáskannát, akkor most még száraz kívülről. Rövidesen meg fog nedvesedni, és megmutatja, hogy meddig áll benne a cseppfolyós nitrogén. Ez most már nagyjából látszik. Hogyha így megmozgatom, akkor lehet látni. Látják? És hogyha egy oldalra billentem, és elhessentem, akkor itt folyik lefelé egy folyadék. Tehát kiöntjük a cseppfolyós nitrogént, és ezt a folyadékot fogjuk fel. Tehát innen az aljáról csöpög le egy folyadék. Na, ezzel a folyadékkal fogunk kísérletezni. Ez a folyadék vajon mi lehet? Tessék? Víz? Hát a víz, tehát hol a másik edény? Pillanat, hol van az a másik edény? Ja, itt van. Ennek az alján így ráfagy a víz. Ha víz lenne, az ráfagyna. No, önnek mi az ötlete? Micsoda? Bocsánat, csak Süketa bácsi, tessék hangosabban kiabálni. Hát a pára az ugyancsak víz lenne, de hát nem. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ha utána akarnak járni, hogy pont... Ha nézzük meg, mi van az edény körül, tehát a teáskanna körül. Levegő. Mi van a levegőben? Hát van benne biztos 78% nitrogén. Van 21% oxigén, és van 1% argon, és az összes többi az, amire azt mondja, hogy van 0,4%-nyi széndioxid. Na tehát, ezek közül lesz valamelyik. Most azt föl kell nyálazni a tankönyvet, és megnézni, hogy melyiknek mennyi. Az oxigéné az magasabb, mint a cseppfolyós nitrogéné. Tehát ez, ami itt lecsöpög, ez egy oxigénben dús. Tehát ez egy kondenzáció, mondhatnám, hogy olyan, mint a pálinka főzés, egy desztilláció. Ugye? Tehát azt hiszem, hogy ha megnézik, akkor ez a folyadék, ez már nem emlékeztet még nyomokban sem a cseppfolyós oxigénre, vagy a cseppfolyós nitrogénre, mert a cseppfolyós nitrogén az egy átlátszó folyadék. Ez pedig, hogyha nagyobb mennyiségben és tisztább lenne, akkor kékes lenne, így csak fehéres színű. Ugye türkiznek mondják a cseppfolyós oxigént. És hát most már be kéne bizonyítani, hogy ez cseppfolyós oxigén. Hát két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy valamit fölgyújtunk vele. De ezt nem adom hozzá nevem. Régebben csináltam azt, hogy az itt levőktől kértem egy szál cigarettát, és megmutattam, hogy hogy ég a cigaretta oxigénben. Füst nélkül ég, tehát még akkor is meg lehet nem így elszívni, hanem belemártani és meggyújtani. De ennél egy jobbat javaslok. A cseppfolyós oxigén, hogyha utána néznek, akkor ez egy paramágneses anyag. Na, a paramágnességről kéne egy pár szót beszélni, de amíg csöpög lefele a nitrogén, vagy az oxigén, igen, ez elég mennyiség lesz, addig én tudok beszélni. Kétfajta anyagot ismer az egyszerű ember, mágnesezhetőt és nem mágnesezhetőt. Na, a mágnesezhető anyagot felejtsük el, tehát ide tartozik a króm, a nikkel, az acél, és még egy jó pár a vanádium, meg még egy jó pár anyag. Ami nem mágnesezhető, azokat tovább lehet osztályozni. Kétfajta anyag van, a paramágneses anyag és a diamágneses anyag. A paramágneses anyag pontosan úgy viselkedik a mágneses térben, mint a ferromágneses. A növekvő tér irányába akar elmozdulni, vagyis ha úgy mondanánk, akkor vonzani fogja a mágneses tér ezeket az anyagokat, míg a diamágneses anyagok azok pedig taszító hatással bírnak. És akkor ennek eredményeként a nem mágnesezhető anyagainkat is legalább két másik csoportra osztottuk. A nitrogén az egy olyan anyag, ami diamágneses. Éppen ezért, hogyha erős mágneses térbe tesszük, akkor az ott nem fog megmaradni. Hogyha ügyesek lennénk, olyan kísérletet is kitalálhatnánk, ami azt mutatná, hogy hogyan taszítja a cseppfolyós nitrogént a mágneses tér. A cseppfolyós oxigén az viszont egy paramágneses anyag. Hát, hogyha valaki egy picit ért az elektronok lelki világához, akkor láthatja, hogy az oxigén atomban, vagy az oxigén molekulában, ha úgy tetszik, mind a kettőre igaz, az elektron konfigurációja különleges.
Ettől lesz például rohadt agresszív a kémiai folyamatokban az oxigén. De ennek a következménye, hát itt már beszélhetnénk spinekről, meg egyéb ilyen dolgokról, de most ettől megkímélem önöket. Ennek következtében alakul ki, hogy a cseppfolyós oxigén paramágneses lesz. Na most, hogyha ezt úgy akarom megmutatni önöknek, hogy először is veszünk majd cseppfolyós nitrogént, ez lesz a cseppfolyós nitrogén, az lesz a cseppfolyós oxigén, már csak mágnes kell, és a mágnesünk is megvan. Van egy jó erős mágnesünk, íme itt van. Itt a két pofa között, abban a kis térerősség van. Tehát ma már olyan erős mágneseket tudnak építeni, köszönhetően a fizika tudásnak. Igen. Jó. Tehát olyan erős mágneseket tudnak építeni, hogy ezen a kis területen olyan erősségű teret tudnak létrehozni, ami egy darabig elképzelhetetlen volt, és ezt ma már átlagember, ha nagyon akarja, megfizetheti. Egy jó páran meg is fizették a villanyóra okosító berendezéseknek. Egy részének az volt az alapja, hogy erős mágnes kellett hozzá. Na, amit szeretnék megmutatni, hogy itt van ebben, emlékeznek, hogy cseppfolyós nitrogén van. Identünk egy kis cseppfolyós nitrogént, és azt látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogénből egy szemernyi, egy szikrányi sem maradott. Mondom, ebből nem látjuk, hogy taszítás van. Egyébként a taszítás is egy elképesztően kicsiny effektus, tehát itt a nagysebességgel érkező cseppfolyós nitrogén az nem fog eltérülni ebben a mágnesesében, legalábbis a szemnek látható módon biztos nem. A cseppfolyós oxigént, ha ide közé öntjük, azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy ott van a pofák között, mutatván, hogy a cseppfolyós oxigén az egy paramágneses anyag. Megmutatjuk egy kicsit ebbe az irányba is. Önök is láthatják, nem csak kamerán keresztül, mert kamerán keresztül akár csalni is lehetne. Talán még erről is megmutatjuk. Úgyni. Tehát a cseppfolyós oxigén paramágnességével igazoltuk, hogy ez a folyadék, ez cseppfolyós oxigén. Azt kell mondjam, hogy ez a mágnes, amikor elkészült, akkor többször gondolkodtam rajta, hogy mire lehet még majd használni. Aztán rájöttem arra, hogy van egy úgynevezett Waltenhofen-féle inga, és most megépítünk egy Waltenhofen-féle ingát. Tehát a Waltenhofen inga a kísérletekben avval fog foglalkozni, hogy igen, egy kicsit most kijebb kell nyitni ezeket a pofákat, hogy legyen hozzá hely, hogy az ingák elférjenek benne. A következő rész így. A tartóját, tehát ide tesszük föl az ingákat, így. És van ingánk is, egyelőre két darab ingát hozok, mutatom, az egyik egy tömör alumínium lemez, a másik ugyanolyan alakú, csak itt ezeken a részeken föl van meccve. Ez azt jelenti, hogy innentől idáig 3/10 milliméteres bemetszések vannak rajta. Na most, rákasztjuk a két ingát ide, az egyiket ide, a másikat mellé, és hogyha meglengetjük, aztán mindenki szépen láthatja, hogy ez szinte alig csillapodik. Hogy jól lehessen látni, elfordítjuk így is, nézzük meg ebből az irányból is, így. Ugye? Látják, hogy nem nagyon csillapodik. No, hát akkor így jó, így marad. És
És akkor most egy picit lejjebb engedjük, hogy ezek után ez a két inga a mágnes pofái között lengjen. Mert a mágnes pofái között leng, akkor az inga egy változó mágneses teret fog észlelni. Kitérítem, és azt hiszem jól látszik, hogy az egyik inga szinte azonnal megáll, a másik inga pedig hát valamennyire csillapodik, de azért annak a lengése is megáll előbb-utóbb. Nézzük meg még egyszer. Ugye a kísérlet arról szól, hogy amikor egy változó mágneses teret érzékel egy kiterjedt fém, tehát egy többdimenziós, jelenesebben kétdimenziósnak mondható fém, akkor benne Foucault-féle örvényáramok fognak indukálódni. Ezek a Foucault-féle örvényáramok lesznek azok, amelyek olyanok lesznek Lenz törvénye értelmében, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszenek. Na most, hogy az örvényáramnak a dolgát el tudják képzelni, ugye ebben ilyen irányú áramok nem tudnak érződni, mert ugye föl van metszve periódikusan. Na mutatok egy másik ingát, amiben örvényáramok tudnak majd indukálódni, hiszen létrejöhetnek, de itt azért elég nagy mennyiségű alumínium hiányzik belőle. Szerintem ez tök jól látszik. Ezt ide ráteszi az ember, és akkor hasonlítsuk össze a két ingát. Ebből látszik, hogy tényleg örvényáramokról beszélünk. Egyébként ez a kettő ér össze, ha akarják, még kijebb is tekerhetjük. Sajnos a két inga között áramlik a levegő. Tehát azt hiszem, hogy ez teljesen jól látszik. Ez egy ilyen történet. Megnézhetik a másik irányból is, talán ebből az irányból. Úgyni. Úgyhogy ez a Foucault-féle örvényáramokkal kapcsolatos úgynevezett Waltenhofen inga. Waltenhofen ingát, ha megnézik, akkor az interneten majd fognak találni olyat is, amelyikben nem permanens mágnes van, hanem állandó mágnes. Hát ott menet közben ki is, meg be is lehet kapcsolgatni. Úgyhogy ezt érdemes esetleg azt is megnézni, de ekkora, hát ez, itt készült a műegyetemen ez a mágnes, meg a hozzávaló több is. Azt viszont érdemes, ez az egyik pólus, mondjuk az északhez, meg a déli, tehát ez az áródás iránya. Így. És hogyha ide teszünk egy vasrudat, akkor lehet érezni, hogy hát ugye ez tényleg fölmágneseződik. Ha mellé tesszük a másik vasrudat, akkor egy érdekes dolgot látunk, hogy a két mágnes az taszítani, vagy a két vasrud taszítja egymást. Ezen a van kedvük éjszaka elgondolkozhatnak. Aki megfejti, az a legközelebb is eljött a kutatók éjszakájára. Úgyhogy gondoltam, hogy valami csontot is be kéne vetni. Tehát, akkor még a Foucault-féle örvényáramokkal egy kicsit foglalkozzunk. Na, a kísérleti eszközünk az egy erős mágnes lesz, így itt van, és itt van egy résztömb. Ez a két szereplő van a kísérletnek, mágnest ebből a magasságból lejtem, és amint látják, akár északi, akár déli pólusával lejtem le, ez koppan akkorát, amekkorát csak köl. Ha fogja az ember így óvatosan eldönti, akkor pedig így. Mi történik, hogyha egy részdarabra ejtjük rá? Ha megnézik, akkor itt egy kicsit lassabban megy mindez. Ha a fölborítását csináljuk, akkor meg csak ennyi történik, így. Így. Na, hát akkor azt hiszem, ez teljesen határozott. Még azt is meg lehet mutatni, hogyha az ember fogja egy oldalirányba meghúzza ezt a mágnest. Hát tessék megnézni, hogy a kettő között elég nagy különbség van, és együtt lehet mozgatni. Egyébként egyszer, amikor még nem volt Covid, és ki lehetett embereket hívni, mondtam, hogy aki idejön és megrángatja és leesik,
az elviheti a mágnest, vagy a résztömböt, amelyiket akarja, de ez egy lehetetlen feladat, mert látják, hogy ez a fokóféle örvényáramok kifejtik a hatásukat. Na, ha már ilyen nagyon jól együtt vagyunk, akkor megmutatnék még egy dolgot, hogy ennek a résztömnek a vezető képessége mennyire függ a hőmérséklettől. Annyira függ a hőmérséklettől, hogyha lehűtjük, ez a kísérlet, amit láttak, hogy rá lehet így tenni a résztömbön, nem fog koppanni ez a szerkentyű. Most én fogom, lehűtöm a cseppfolyós nitrogén segítségével ezt a résztömböt. Úgy. Jó. Hát ez sok nitrogén és sok idő kell, a réznek viszonylag nagy a fajhője, a cseppfolyós nitrogénnek rossz a hűtőképessége, fajhője, vagy a forráshője is nagyon kicsi, és hát egyelőre ide visszatesszük ezt a mágnest. És addig keresek valami jó kísérletet. Például megnézhetjük, hogy mit jelent az a szó, hogy tehetetlenség. Jó? Megnézzük, hogy tehetetlenség mit jelent. Egy egyszerű kísérletet találtam ki. Itt van egy fa hasáb, egy fa henger. Íme itt van, körülbelül 1 kg tömegű. Itt van egy cérna, és ebből a cérnából csinálunk hozzá akasztózsinórt. Így. Ez az akasztózsinór egyik vége, másik vége, így van. És hogyha sikerült megkötni, akkor ezt ide fölkötöm. Ígyni. Erre a zsinóra fölakaszthatjuk ezt a fahasábot. Ez az első lépés. Ígyni. Aztán a zsinórt még húzzuk tovább, és erre a zsinórra is kössünk egy madzagot. És ide alulra ráakasztom, és elmondom, mi fog történni. Két ugyanaz a madzagot, látták, hogy ebből a spulniból itt tettem. Mindig mondják, hogy miért nem csinálom előre a madzagot, hát hogy lássák, hogy nincs fel semmi csalás benne. Most meg fogom mutatni azt, hogy attól függ, hogy mit kívánnak, ott fog elszakadni a madzag. Ha akarom alul, ha akarom fölül. Nézzék meg, most azt fogom mondani, hogy alul szakad el a madzag, megkötöm a madzagot a kezemre, és meg fogom húzni. Egész pontosan nem meghúzni, hanem iszonyatos sebességgel megrántom. Ekkor alul szakad el. Aki egy kicsit jártas a fizikában, az tudja, hogy ennek a fahasábnak van egy tehetetlensége, ami tulajdonképpen annak a mértéke, hogy mennyire szegül ellen a test annak, hogy megváltoztassuk a mozgás állapotát. Na most, ha ezt a madzagot visszaakasztom, így, rátekerem az ujjamat, és most csak szép lassan húzom, egyre növekvő erővel. Akkor a... Jó, hát a cérnaműveket csókoltatom, de megmutatom még egyet. Tehát ez 10-ből 9-szer szokott sikerülni. Volt, de látják azt, hogy nincs ebben baj. És akkor fölül szakad el. Az a helyzet, hogy látják, hogy ez így működik. Meg lehet azt is mutatni, most már csak azért is megmutatom még azt, amit ritkán szoktam megmutatni, hogy egy szál madzagot csinálunk fölülre, hogy mennyire tényleg azon múlik, hogy a tehetetlenséget az ember jól mutatja meg. Egy szál madzag lesz fölül, és kettő szál pedig alul, és az fog elszakadni. Azt is meg lehet mutatni, semmi több nem kell, csak megfelelő módon nem félni attól, hogy nem sikerül a kísérlet, megfelelő sebességgel megrántani a madzag. Itt az egyik madzag, kössük meg a másikat.
Így. Na most, ez megvan. Ide szépen fölkötjük. Két madzagot rátekerem a kezemre, tehát látják, hogy itt két madzag van. Na. Madzag van. Ott fölül meg egy. És ha jól csinálom, akkor ez fog elszakadni mind a kettő. Ebből is látszik, hogy ennek a testnek a tehetetlensége mekkora szerepet ebben a kísérletben. Ez egy fontos kísérlet szerintem. A helyzet az, hogy lassan be kéne fejezni az órát, és hogy hamarabb sikerüljön ezt befejezni, nem törődnél semmiféle szidalommal, szeretnék megkérni valakit, aki segít nekem abba, hogy befejezzük ezt az órát időnek előtt, ugyanis ma diót kéne törni a fejemen kalapáccsal. Közben hűtjük ezt a résztömböt, hát arról nem felejtkezünk meg. Hűtjük rá egy kis csapkolós nitrogén. Már nem sok van hátra, szóval kinek van kedve segíteni, jöjjön. Aha. A kísérlet főszereplője a dió. Hát itt nem ezt. Menjen körbe, legyen szíves, jó? Tehát legalább azt tartsuk be. Tehát. Hoppá. Köszönöm. A mikrofonom lecsúszott. Hát önök jó hallják a hangomat, csak egy baj van, hogy a nem jó. Ezt kicsit odébb húzzuk, mindjárt teszünk rá nitrogént. Mutatom, hogy mit kell csinálni. Elsőként meg kell nézni, hogy ez micsoda. Nem hungarocellből van a feje? Jó. Ez micsoda? Dió. Dió. Úgy van. Én ide ülök, és maga pedig a fejemen fog kalapáccsal diót törni. Na tehát, annyi a történet, hogy a fejemre ráteszek egy ilyen 5 kilós közércsújt, ígyni. Így az ujjam hegyével támogatom, legyen szíves diót törni rajta. Jó? Na. Az a helyzet, elmesek magának egy történetet. Amikor először ezt a kísérletet láttam, akkor középiskolás voltam, és a tanárnéni, aki tanította nekünk a fizikát, egy hónapig kinematikát tanított, és egy hónap alatt megismerte az osztályt, tudta ki az, aki gátlástalan, és őt hívta ki ez a kísérletet. Az a fickó akkor átütött a dióra, hogy az első sorban majdnem kiesett az emberek szeme a szétrepülő szilánkoktól. Tehát próbáljon egy ilyet ütni, jó? Nagyobbat tessék ütni, sokkal nagyobbat. Úgy van. Meg tudja ismételni még egyszer? Talán kicsit bátrabban. Jó, tehát az a lényege, hogy üsse csak bátran. Na, úgy van. Na, látja, ez az. A tehetetlenségről szól a kísérlet. Egyébként a fizikában nagyon fontos dolgot követtünk el. A megismételhetőség az egyik legfontosabb a kísérleteknél. Tehát ha valaki kíváncsi, hogy a kísérletekről hogyan lehet eldönteni, hogy tudományosan igazolható, hogy tehát tudományról szól, a megismételhetőség. És van még egy dolog, a fizika az egy objektív tárgy. Tudja, mit jelent ez? Attól független, hogy ki végzi el. Van-e fizika tudása, vagy nincs? Jöjjön, üljön ide a székbe. Jó? Tehát, hát most meglátja, hogy fáj, vagy nem fáj. Kell a vastömb? Igen. Jó. Látták volna ezt az arcot? Igen. Na, tehát akkor tessék megnézni. Ide teszem ezt a diót. A dió megtöréséhez viszonylag nagy erő kell, de nem kell, hogy hosszú ideig hason. Éppen ezért, hogyha megtöri az ember, akkor ez alatt a kicsi idő alatt nem fog megváltozni jelentősen a testnek a mozgásállapota, vagyis úgy is mondta, hogy mi a kereszt neve? Hogy? Félix, igen. Tehát Félix nem érez ebből jószerivel semmit, pedig nagyokat ütünk rá, de nézzék meg, tehát azt kell mondjam, hogy a tehetetlenségről, mint olyanról meg tudjuk mondani, hogy mit jelent pontosan. Emlékezzenek vissza, mondtam, hogy a láttam, hogy szereti a diót, tartsa a kezét, így. Figyelj ide, hogyha talál valami csinos lányt, kínálja meg, és mondja, hogy kutyasok fizika tudás van benne.
Köszönöm szépen, menjen csak a helyére. Még azért azt szeretném megmutatni, hogy a kétkedők kedvéért van még egy fordulója ennek a kísérletnek. Jelesül az, hogy fölakasztjuk ezt a súlyt ide, így, és most ennek a súlynak az oldalán fogok, tehát nézzék meg, ez könnyedén elmozdulhat, semmi nem gátolja meg. Idehozom a kalapácsot meg a diót, és nézzék meg, amikor megtöröm a diót, bocsánat, csak pótolni kell a nitrogént, mert különben sose fog lehűlni. Mostanában fog nagyon gyorsan befejeződni a hűlés. Nézzék meg, hogy for. Jobban for, mint az elején. Majd elmesélem, hogy miért. Csak előbb nézzük meg a diót. Tehát akkor az a lényege, hogy idejövök ez a súlyhoz. Nézzék meg, megütöm, és alig mozdult meg. Tehát egész egyszerűen azt lehet látni, hogy amikor az ember megüti, akkor a nagy tömegnek a mozgás állapota alig változik meg. Pedig a diót elég erősen megtörtük, nem sajnáltam. No, akkor beszéljük erről, még itt egy kicsit bugyog, már majdnem jó. Addig elmesélem azt, hogy miért van az, hogyha az ember véletlenül cseppfolyós nitrogénnel leönti magát, nem lesz semmi baja. Ugye ez egy fontos dolog, láthatták, hogy olykor-olykor az ember kezére kerül, és hát ha megkérdezik, hogy mi is történik itt valójában, nagyon egyszerű a magyarázat, a Leidenfrost hatást kell ismerni hozzá. Cseppfolyós nitrogénnek a az nagyon alacsony, de a forrás hője az viszont nagyon csekély. Ahogy az ember kezéhez megy közelebb és közelebb, egyszer csak elkezd hevesen forni a sugárzó hőtől, és ez a sugárzó hő akkora nyomást tesz, hogy a cseppfolyós nitrogén az ember kezéhez nem ér hozzá. Nem így csináltam, hanem hogy szabadon le tudjon folyni. És ennek eredményeként nincs nagy hőátadás. Tehát a cseppfolyós nitrogénből a hőátadás ebben a folyamatban gyakorlatilag nagyon kevés. Ezt a Leidenfrost jelenséget ki lehet otthon is próbálni, kell egy platnit keresni, és a platnira jó fölforrósítani, és rá kiskanállal csöppeket rakni, és akkor úgy fog viselkedni, mint ahogy a nitrogén is teszi itt, hogy ilyen kis csöppöcskék futkarásznak az abszalon körbe-körbe, saját magukból légpárnát csinálnak, tehát azt hiszem meg lehet ez mutatni, hogy kilocsolunk egy kis cseppfolyós nitrogént, és nézzék meg, cseppfolyós nitrogén, ebből egy csepp sem marad az asztalon. Ha csak egy egész kicsi vizet teszünk oda, nézzék meg, az meg egy csepp sem megy le az asztalról. Tehát ez nedvesíti, nedvesíteni. Na, tehát akkor ez volt az egyik. Most jön az, hogy megkeresem a hozzávalókat. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogénben lehűtött edény. Tehát a Leidenfrost jelenség miatt, amikor ez forró, ez a résztömb, tehát szobahőmérsékletű, akkor a Leidenfrost jelenség miatt a nitrogén nem tud hozzáérni, ezért lassú lesz a hűlés. Amikor a Leidenfrost jelenség megszűnik, az közel van már a cseppfolyós nitrogén forráspontjához, akkor hozzáér a cseppfolyós nitrogén a résztömbhöz, és a nitrogénnek a hőátadás sebessége elképesztően módon megnövekszik. Ezért van az, hogy az utolsó pillanatban nagyon hevesen forr a nitrogén. Na most jön az, hogy kivesszük a résztömböt, és megnézzük, hogy a résztömbhöz képest hol van a mágnesem. Aha. Igen, jó helyre tettem, mert ez egy veszedelmes mágnes. És megnézzük, hogy mennyivel esik lassabban. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy a cseppfolyós nitrogénben lehűtött résztömb vezetőképessége nagyságrendeket javult, mert hát egész egyszer nézzék meg, hogy rá dobom, és akkor se tud hozzáérni. Hogyha hirtelen emelem föl a mágnest, akkor föl lehet emelni ezt a résztömböt. Tehát tulajdonképpen a Lenz törvényéről, illetve hát a Foucault-féle örvényéről látunk kísérletet, akár az északi, akár a déli oldala,
mondhatom, hogy nézzék meg, hogy sokkal nagyobb távolságról tudja az ember rángatni. Komolyan mondom, olyan, mintha össze lenne ragadva így mézzel. Na ja, tehát azt akarom mondani ebből az egészből, hogy a vezető képessége az anyagnak többféleképpen változtatható. Lehet venni drágább anyagot, a résztömb helyett vehettem volna ezüstöt vagy aranyat, csak pénz kell hozzá, vagy az is lehet, hogy cseppfolyós nitrogénben hűtjük le. Na, akkor nézek az órára, és azon gondolkodom, melyik kísérlettel zárjuk az órát. Azt hiszem, hogy egy durranásra többeknek lehet igénye. Egyébként, ha cseppfolyós nitrogénhez jutnak, van egy állati nagy dolog, amit lehet a cseppfolyós nitrogénnel otthon megcsinálni, takarítani baromi jól lehet vele. Cseppfolyós nitrogént az ember így megönti, és a cseppfolyós nitrogént az összes szemetet, az összes kosztot egy sarokba teszi, csak azt kell fölsöpörni. A szobámban a szekrény ez egy darabig úgy állt, hogy ilyen térelválasztóként működött, és egyik alkalommal mondta a takarítani, hogy milyen jó lenne Károly az alatt kitakarítani. Mondtam, hogy na, most megmutatom, hogy mit tud a fizikus. Bevittem a cseppfolyós nitrogént, megöntöttem, és így nézett, és azt mondta, hogy ilyet visz haza is, mert annyira hatékony. Úgyhogy tehát a cseppfolyós nitrogén az egy hasznos dolog lehetne a háztartásban is, csak egy dolog van, hogy a szállítását azt nagyon megszigorították. Hát valószínű azért, mert hülyék szállították, és hát mindig megsérültek vele. Képzeljék el, az milyen lehetett, amikor egy sofőr betette a cseppfolyós nitrogént az ülése meg mellé. Ugye a nitrogénes tartályról azt tudni kell, hogy tilos lezárni. Tehát ez a dugó az úgy van megcsinálva, hogy ide még véletlenül se tud belefagyni, beleszarulni, mert hogyha lezárnánk, hát körülbelül akkor átdurranna, mint ez a, amit láttunk, csak valószínűleg a palack robbanna föl. Tehát az nem lenne jó. És akkor úgy vitte a cseppfolyós nitrogént a kocsiba, hogy az ülésre tette, és még be se kötötte. Amikor fékezni kellett, akkor beborult az ülésre a az ülésről a lábhoz, belefolyott mondjuk 6 liter nitrogén, és olyan gőzfelhőt csinált, hogy ott a környékben mindenkinek szívszélhűlése lett. Szerencsétlenségére a sofőrnek, egyébként ha megkérdezik, hogy hova visznek ilyen mennyiségű nitrogént, hát ez egy bőrgyógyász volt. Nem tudom, tudják-e, hogy a bőrgyógyászok úgy égetik le a szemölcsöt, régen égették, most fagyasztják, mert kevesebb büdössel jár. Tehát, hogy a büdöstől nem ájulnak el a vendégek. Na, szóval ez kb. Így működik. Bocsánat, ez a léggömb, ez... Aha, ez Lukas. Ilyet? Van másik. Keresünk egy jó léggömböt. Ez már jó lesz. Na, tehát van két léggömbünk. Egy fekete, meg egy átlátszó. Így. Fölfújom mind a kettőt. Először csak a belsőbe fújok. Most a fehér durrant el. Másik. Van másik. Az az igazság, hogy ez egy ilyen műfaj. A léggömbök azok korán halnak, ezt mondta Mici Mackó is, nem? Vagy esetleg ez... Na mindegy. Na tehát. Úgyni. Tehát megköti az ember a léggömböt. Aztán az átlátszó léggömböt egy kicsit tovább fújjuk. Csak azért, hogy a adrenalin szintet növeljük egy kicsit. Úgy van. Na, tehát akkor van egy léggömb, amivel van egy léggömb, és én azt találtam ki, kis takarítás. Jó. Tehát azt találtam ki, hogy a léggömbben van egy léggömb, és a feladat, hogy a belsőt kell kiszúrni. Jó? Tehát csak a belsőt. Hogyan kéne hozzákezdeni? Ugye az első dolog, hogy fogja az ember, és megnézi, hogy egy fekete léggömb mitől lesz fekete. Mitől lesz fekete egy fekete léggömb? Hát attól lesz, hogy az összes ráeső fényt elnyeli.
Hát ez a csillogós, ez nem mindet nyeli el, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy alig-alig enged át rajta. Mitől lesz az átlátszó? Átlátszó, az összes fényt átengedi. Mi lesz azzal, aki elnyeli a fényt? Hát ha a fényben van energia, akkor meg fog melegedni. Itt van egy elég jó nagy fényforrásunk, ez egy 1 wattos közeli lézer, és ez olyan erős, na talán még egy valamit megnézünk, a mennyezetet nézzék, oda világítunk. Ezt úgy is mondhatnám, hogy a legkisebb körülbelül 1 wattos, 1 milliwattos, tehát a leggyengébbet lehetne használni itt a tanteremben mutatópálcának. Tehát ez egy annyira veszélyes, hogy a kínaiak adtak hozzá szemüveget. Tehát azért mondom, hogy a kínaiak szemüveget adnak hozzá, azt már komolyan követni. Tehát az a lényege, hogy ezzel gravírozni lehet ebben a lézerrel, és hogyha ide rávilágítunk, és nem remeg a kezem, akkor viszonylag rövid idő alatt egy pontját meg tudjuk a lézernek úgy melegíteni, hogy az ki fog durranni. Hát azt írták, hogy a lézert még véletlenül se tegyen be a tokjába, úgyhogy benne van az elem, mert ha bekapcsol, akkor kigyújtja a dobozt. Tehát ez ebben a formában szállítandó. Úgyhogy ezzel a durranással én megköszönöm a figyelmüket, hogy eljöttek a Műegyetem Fizika Intézetébe, és hát én igyekszem holnapi nap folyamán a YouTube csatornámra kitenni. Ha esetleg valaki nem találná meg a YouTube csatornámat, keresse meg a honlapját, honlapomat, Hertlen Károlynak hívnak. Két Hertlent ismerek, a fiamat meg engem. Ő Károly György, ez a különbség. Ha esetleg a Károly Györgyöt találják meg, kérem a Facebook oldalára, ne akarjanak velem beszélni. Jó? Tehát nekem a Facebook oldalon az van kiírva, aki itt keres, nem ismer. Jó, tehát nincs, van Facebook oldalam, de semmi forgalom és semmi nincs rajta, úgyhogy ha ő neki nem írnak, akkor azt én köszönöm meg. Köszönöm a figyelmet, további szép napot!